Jó estét kívánok! Ez itt már a kiemelő. 15. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. A távhőszolgáltatás napját. Mai magazinunkban ebbe nyerhetnek betekintést. Május 4-én koncertet ad Szekeres Adrien és László Boldizsár Kecskeméten. Ennek apropóján beszélgetett kollégánk Kriskó János László Boldizsár operaénekessel. Végezetül a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programról tudhatnak meg többet. Már is kezdünk. A Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Már 15. alkalommal rendezte meg a távhőszolgáltatás napja eseményét április 26-án pénteken. A szakmai konferencia előadásainak központjában a klímatudatos hőtermelés, a megújuló energia ipari méretű hasznosítása kapott főszerepet. Előző napon az érdeklődők számára megnyitotta kapuit a Mincenti körúti telephelyen található biomassa fűtőmű egy üzemlátogatás keretében. Többek között olyan kérdésekre is választ kaphattak a résztvevők a Kecskeméti Termosztár Kft. 15 éves múlttal rendelkező rendezvényén, hogy a biomassa fűtőmű miért jó nekünk, mennyi gázt vált ki a biomassa energia Kecskeméten, vagy miért fontos a fűtéskorszerűsítés. Ezt megelőzően április 25-én ismét megnyitott a kapuit a Termosztár Kft. Mincenti körúti telephelye. Az érdeklődők működés közben tekinthették meg a Kecskemét déli iparterületén lévő biomassa fűtőművet. A 20 plusz 5 megawatt teljesítményű biomassa kazánokkal felszerelt fűtőmű 2023. decemberében kezdte meg üzemszerű működését. Az új fűtőmű létrehozása a hazai távhőszektor legnagyobb beruházása volt a tavalyi évben, egyúttal a Termosztár Kft. Eddigi történetének legjelentősebb fejlesztése. A biomassa technológia költségcsökkentő hatását az idei fűtési szezonban tapasztalhatták meg a fogyasztók. Másnap pénteken rendezte meg a Termosztár Kft. Immár 15. alkalommal a távhőszolgáltatás napja eseményét a Híres Agórában. A 15 éves múlttal rendelkező távhőnapok hallomány. A szakmai konferencia előadásainak központjában a megújuló energia alapú kecskeméti távhőszolgáltatás állt. A távhőszolgáltatás napi előadássorozatot Szamler László önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi Városrendezési és Agrárbizottság tagja nyitotta meg. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester üdvözletével köszöntöm Önöket. Nekem, mint városunk Környezetvédelmi Bizottságának a tagjaként különös megtiszteltetés, hogy itt állhatok Önök előtt. Annál is inkább, mert mint ahogy a bevezetőben is elhangzott, a mai eseménynek különleges jelentőséget az ad, hogy az elmúlt szezonban üzemszerűen működött és jelesre vizsgázott az a biomassa fűtőmű, amit 2023. decemberében adtunk át, helyeztünk üzembe. Első előadóként az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, Lázár Mózest hallhatta a közönség, aki a távhőszektor magyarországi helyzetéről tartott előadást. Milyen energiát használunk föl, és itt viszont nagyon érdekes és szemletes látvány van, ami kapcsolódik ide majd, amiről Horváth úr is fog beszélni. Ugye itt 90-től 2020-ig láthatnak egy ábrát. A sárga az gyakorlatilag a szén és széntermékek, a piros az olaj és olajtermékek, a kék a gáz és a zöld az pedig a megújuló primér energia. Tehát itt arról beszélünk, amit elsődlegesen felhasználunk a hőelőállításában. Szépen a szén és széntermékek teljesen kiesett, az olaj és olajtermékek még hamarabb, és itt fönt a változás, hogy nagyjából a gáz felhasználása az ugyanannyi arányaiban nem változott, azonban fokozatosan bejöttek a megújulók, és itt már 2020-ban 30-70% a gáz és a megújulók aránya. És ebben is egy jelentős lépés az, amit tett Kecskemét. Őt követte előadásával Horváth Attila, a Kecskeméti Termosztár Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a megújuló energia alapú kecskeméti távhőszolgáltatás kapcsán adott tájékoztatást, központban a Mincenti körúti telephelyén lévő biomassa fűtőművel. Meggyőződésem, hogy már egy generáció edukációval felnőtt, és környezettudatosságban, energia gondosságban, hogy az energia nincs ingyen, lehetőség szerint, hogy használjuk föl, milyen módon tekintsünk rá. Ebben nagyon sokat tettünk, és bízunk benne, hogy ez majd a generációkon keresztül kézzelfoghatóvá is válik. A klímatudatos hőtermelést
a megújuló energiaipari méretű hasznosítását eredményező beruházás korszakváltás jelentett a kecskeméti távhűszolgáltatás történetében, Kecskemét város energiagazdálkodásában és zöldítésében is. Lezárult az első olyan fűtési szezon, mely során a lakosság egyharmadához eljutott a megújuló energia hasznosításával előállított hőenergia. Termosztár Kft. Hosszú alapos előkészítés után tavaly november óta üzemelteti a 20 plusz 5 megawattos biomassa fűtőművét. Ez egy óriási előrelépés, hiszen így megvalósult a megújuló energia termelés Kecskeméten. Eddig ugye földgázba állítottuk elő ezt a hőenergiát, most már közel 70%-ban megújuló biomassa alapú hőenergiával tudjuk ellátni a fogyasztóinkat. A konferencia záró előadásán a fás biomassa energia szempontú hasznosításáról hallhattak szakmai információkat a résztvevők, a KEFAG ZRT termelési vezérigazgató helyettesétől, dr. Bárány Gábortól. A távhőszolgáltatás napi kísérőrendezvények a jövő generációjának szóltak. Ilyen volt a virtuális séta a termosztár biomassa telephelyen, a Híres Agora aulájában, ahol az érdeklődők működés közben láthatták a Kecskemét déli iparterületén üzembe helyezett biomassa fűtőművet, mégpedig a virtuális technika segítségével, anélkül, hogy kilépnének a Híres Agora épületéből. Itt van az új szökőkút, addig már nem kell elmenni. A klímakvíz külső helyszínen folyt, ahol QR-kódokat mutató táblákat fedezhettek fel a gyerekek, és aki beolvasta telefonjával valamelyik kódot, tehetett egy próbát, hogy vajon meg tudja-e válaszolni a kvíz kérdéseit. Kiállítást is megtekinthettek a látogatók a Bárányfelhő Bodorító című alkotói pályázatra érkezett munkákból, amelyre több mint 20 kecskeméti intézmény kapcsolódott be a gyerekek által, környezettudatosság témakörben készített rajzokkal, festményekkel. A rajzpályázat eredmény hirdetése az esemény végén zajlott. Nagyon hálásak vagyunk, hogy 15 éve gyakorlatilag minden évben a távhőszolgáltatás napját meg tudjuk rendezni. Ennek keretében több száz rajzpályázat is érkezik, különböző tematikája jelenik meg ilyenkor évente. Idén a felhő, bárány felhő bodorító fantázianyelvet kapta. De gyakorlatilag ezzel minden egyes évben azt súlykoljuk, illetve tanítjuk, edukáljuk a fiatalokat, hogy mennyire fontos a környezet tudatosság, a fenntarthatóság, és hogy az energia az nincs ingyen, ennek a gondos felhasználása a közös ügyünk. A távhőszolgáltatás napján a Híres Agora aulájában kiállítási standjával jelen volt a KEFAG ZRT és a Kecskeméti Planetárium is. Nem csak testi, lelki táplálékot is jelent a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. Ez Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun vármegyei szervezetének elnöke mondta szombaton a búzaszentelő ünnepségen Felsőszent Ivánon. Az esemény egyben a Magyarok Kenyere programsorozat nyitó rendezvénye is volt a vármegyében. A beszédeket követően került sor a búzatábla szentelésére, megáldására. Azért, hogy gazdag, jó minőségű termés legyen, az idén az Isten áldását kérték a gazdák és a jelenlévők Felsőszent Ivánon. Ez azért is fontos, mert a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program célja nem más, mint hogy élelmet juttasson az arra rászorulók asztalára. A mai időben, amikor a 2022-es asszály, a 2023-as nehéz gazdasági helyzet után sajnos azt látjuk, hogy ennek az ötözete fog megvalósulni gazdasági szempontból a gazdák számára, tehát egy nagyon gyenge termésre számíthatunk is, nagyon gyenge ára. Azt gondolom, hogy ebben az időben főleg nagyon nagy szükség van arra, hogy a gazdatársadalom áldását kérje munkájára, és az Isten áldásának segítségével tudjuk munkánkat végezni. Nem csak egy testi táplálékot adunk, hanem egy lelki táplálékot, és a 15 millió búzaszemmel a végig gondoljuk azt, hogy úgy épül föl, mint egy bástya. A helyi gazda beviszi a gyűjtőpontra a búzáját, az adományát, azt összeöntjük. Van egy megyei összeöntés ünnepségünk, ahol a megye gazdáitól összegyűjt búzát összeöntjük, azt visszük tovább a Kárpát-medencei összeöntő ünnepségre, ahol a Kárpát-medence minden területéről, így nem csak az anyaország területéről, hanem Felvidékről, Bácskából, Harciumból, Erdélyből összegyűjtött búzát hozzák a gazdák és összeöntjük. Ez jelképesen is, én azt gondolom, hogy egy lelki táplálék mindenkinek, hogy mi együvé tartozunk, a 15 millió magyar együvé tartozását jelképezi a rendezvény.
Gáspár Ferenc nagyon büszke a vármegye gazdálkodóira. Mint mondta, évről évre többen vannak, és minél nagyobb bajban van a gazdatársadalom, annál nagyobb az összefogás. Bács-Kiskunban 5 gyűjtőpont lesz idén is. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár a hálaszaván szólt a jelenlévőkhöz. Szeretném megköszönni a kezdeményezést és a munkát a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem kezdeményezőinek, akik 2011 óta dolgoznak azon, hogy ebből a programban minél többen részt vehessenek, és minél inkább, minél többen érezhessék a nemzeti összetartozást is, és a szolidaritást is, minél több embernek, elesett embernek jusson segítség. Természetesen köszönöm a munkáját, és köszönet illeti a gazdálkodókat és a vállalkozókat, akik igazából ezt az egész kezdeményezést megtöltik tartalommal, mert hogy ők azok, akik a búzát felajánlják ehhez a nemes célhoz, köszönet nekik azért, hogy 2011 óta egyre többen csatlakoznak ehhez. És azt gondolom, hogy itt ideje van annak, hogy megköszönjük a gazdálkodók, a gazdák munkáját is, hiszen az ő egész éves áldozatos munkájának a köszönhetően kerül a magyar családok asztalára a kenyér, a mindennapi kenyerünket tőlük kapjuk. Vörös Szilárd Felső-Szent Iván polgármestere többek között arról beszélt, hogy a településen régi hagyománya van már a búzaszentelésnek. A második világháború előtt Felső-Szent Ivánon volt ilyen esemény, és máig élnek olyan személyek, akik pontosan tudják, hogy hova mentek ki, és hol álltak meg a körmenetbe, és hogyan szentelték akkor is a búzát. Ez egy nemzeti ügy, ez egy történelmi tradíció, egy nagyon szép hagyomány. Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy a Magyarok Kenyere számos karitatív eseményt, programot indított el. Itt Bács-Kiskun vármegyében is, de itt különösen a időjárás viszontagsága nagyon nehézé teszi a jövőt. Nem lehet tudni, hogy lesz-e csapadék, nem lehet tudni, hogy mikor milyen időjárási elemi kár érheti a vetést. Mi azonban mindig hittel bizakodunk, és azt hiszem, hogy ez ennek az eseménynek a lényege, hiszen aki vet, az mindig hittel vet azzal, hogy lesz termény. Az az anyaföld, ami a mi szívünkben, nem csak a nyelvünkben, a kultúránkban, de hitünkben, de az anyaföld szeretetében is itt van, hiszen ide születtünk, ezt táplál, ide térünk vissza. A Magyarok Kenyere Alapítvány elnöke beszédében kiemelte, a legfontosabb, hogy a magyar föld magyar kézben maradjon. A felajánlásokból nem csak buza, meg liszt képződik, hanem a pénzbeli felajánlásokból a kuratórium kiterjesztett egy új lehetőséget. Tavaly évben 10 fiatalnak tudtunk ösztöndíjat adni, büszkén jelentetem, hogy az idejében ez már 20. fiatalra bővül. Tehát az önök felajánlásából nem csak kenyér lesz, hanem mi is elvetjük a kuratóriumba egy kicsit a magokat, és ezeket a fiatalokat arra ösztönözzük, arra próbáljuk megtartani, hogy tanuljanak, tartsák meg magyarságukat, tartsák meg földjeinket. A Magyarok Kenyere, mely idén 14 éves több 100 000 honfitársunknak biztosítja a mindennapi falatot. A programnak több célja is van, hangsúlyozta a projektvezetője. Szeretnénk, hogyha maga a földműves is tudná és érezné, hogy milyen kiváló és értékes tagja a társadalomnak. Azoknak az embereknek, akikhez eljut az önök adománya, az egy kapaszkodó. Kapaszkodó a gazdák ajándéka, mert azt üzeni, hogy ők is számíthatnak, ők is számítanak, ők is értékes tagjai lehetnek a társadalomnak, ők is felzárkózhatnak. És Bács-Kiskun megyében erősek a gazdák, és erős kezet tudnak ehhez nyújtani. És ahogy elhangzott, a Magyarok Kenyere program azt is üzeni, hogy éljünk bárhol a világon, összetartozunk. A beszédek után dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek és metropolita, valamint Tóth Árpád református lelkész szentelte meg a búzatáblát a négy égtáj felé fordulva. Az ünnepségen közreműködtek a Felső-Szent Iváni Arany János Általános Iskola tanulói és a Madarasi Harmonikások Alapítvány zenekara. 2023-ban több mint 8000 gazda adakozott, 1100 tonna búza gyűlt össze, és több mint 700 tonna lisztet osztottak ki határon innen és túl. Ha már csak a tavalyi adatokat nézzük, akkor bizony kijelenthetjük, hogy a Magyarok Kenyere program egy igazi Kárpát-medencei sikertörténet.
Most pedig következzen a László Boldizsárral készült stúdióbeszélgetés. A kiemelő vendége László Boldizsár operaénekes, aki május 4-én Szekeres Adriennel karöltve koncertet ad Kecskeméten. Szervusz, köszöntelek! A tegedőzésünknek az az oka, ugye, hogy te valaha kecskeméti színészként kezdted a pályádat. Hát jobban örülnék, ha ne riasszuk el azon közönséget, hogy az operát nem szereti, nem elsősorban operaénekes, inkább operaénekes előadó művész, ez azt jobban szeretem, mert ráadásul ez a műsorunk Adriennel csak érinti az opera műfaját, viszont köszönöm megtisztelést, hogy én itt színészként apostrofálsz, én azért Kecskeméten 89-ben a kórusban voltam jelen, 18 évesen, 19, de az az életemnek a nagyon komoly indítója volt a szakmai életemnek. Köszönöm, hogy megerősített, hiszen én arra emlékszem, hogy számos interjútban hivatkoztál arra, hogy hát nagyon sok fontos indítatást onnan kaptál abból az időszakból. Tehát menjünk vissza az időbe, és emlékezzünk arra, hogy az a 89 volt a rendszerváltás. Tehát, hogy annak a színházi levegője erősen át volt itatva ennek a szellemével. Ha csak a Mária Főadnagy előadásra gondolok, amiben az óriási 5 méter magas, na jó, annyi nem, 3 méter magas magyar zászlót lengettek a fejünk fölött, és énekeltük, hogy harcolni kell a boldogabb jövőért, és aztán lement a függöny, és a nézőtéren bekiabálások, hogy ilyen a független magyar köztársaság. Ez fél évvel azelőtt volt, hogy kikiáltották. Tehát, hogy ennek a tavasza, ezt én megélhettem 19 évesen, az nekem az egy ilyen egészen elképesztő volt. Ugye azt hiszem, hogy nagyon sokan úgy emlékeznek rád, mint a Cotton Club Singers létrehozójára, motorjára, igen, és 15 éven át működtetőjére. Abszolút. Elérkezett 15 év után az idő arra, hogy te akkor tényleg válts az opera felé, vagy mi történt, miért jött be az életedben a váltás? Nem, szerintem az operát jegeltem 15 évig. Mm. Tehát a Singersnek érkezett el az ideje, hogy befejezzük. Tehát, hogy a tényleges ténykedés. Tehát igazán nekem volt egy olyan érzésem, hogy én még szeretném azt kiteljesíteni, amit beraktam egy ilyen lehűtöttem egy mély hűtőbe azt, hogy én operaénekes leszek, és elég hamar kiolvadt. Jól értelek? Tehát, hogy ártottál volna magadnak, ha te 20 évesen operát kezdesz énekelni? Ugye tenor a hangod, az nagyon fontos tudni, hogy igen, ez azért egy nagyon érzékeny műszer. Más volt a helyzet, tehát a 90-es évek elején elkezdeni egy Cotton Club Singers-t, hiába voltak nekem operaénekesi ambícióim, ott még 6-8 év kellett volna, hogy én azt odáig eljussak. És addig biztos, hogy én pendisztem volna mindenféle operett, musical ilyen oldalon, és lehet, hogy el sem jutottam volna, és elsiklott volna az egész pályám egy más irányba. Viszont a Singersnek olyan lehetőségei lettek hirtelen ott a 90-es évek elején, hogy nem kellett gondolkozni azon, hogy én, de nem volt ez tudatos. Annyira egy ilyen, te is emlékszel, te is sokkal fiatalabb voltál, meg én is, voltam, ugye, igen, lehet ezt mondani, meg tudjuk ezt beszélni így, hogy egyszerűen sokkal pesgőbb volt ennek az, hogy merészebb volt egy olyan vállalkozó csapat, akik egy pop vagy könnyűzenei műfajt hoztak létre. És az 15 évig ment, és ezt akkor kell abba hagyni, amikor még jól emlékeznek rá. Szekeres Adriennel most egy olyan műsort hoztok, ami duettekre épül, Nagy találkozás a címe. Hogyan találtál rá Adriennel, vagy hogy talált ő te rá? Igen, tehát amikor a Singers megalakult, akkor az Adrien is ugyanebben az alomba ott volt, síkolga a tanítványai között. Emlékeztünk egymásra, utána figyeltük egymás pályáját, de nagyon sokáig elmentünk egymás mellett. 18-ban találkoztunk újra, 2018-ban, és akkor egy ilyen könnyed szegedi udvari koncert volt, ami mindig megy Szegeden, ez a muzsikáló udvar, a Városházán, és akkor oda ilyen két évente vittem programokat, és akkor
mondom, akkor most itt az idő, Adri, gyere, és akkor csináljunk egyet. És akkor jött a duett, mint olyan nagy találkozás, ez lett a címe. Aztán még körbevitte a Filharmónia párkoncertre, és aztán jött a Covid, utána pedig elvittük Zemplén fesztiválra tavaly, és akkor viszont nagyot ütött a dolog, és akkor azt éreztük, hogy most lépjünk egy nagyobbat, és akkor hirtelen csináltunk egy 10 állomásos turnét most így. Tavaly kezdtük el olyan novemberbe, és akkor olyan januártól most folytattuk megint, és most jövünk úgy. Kecskemét egy kiemeltje lesz ennek, mert hogy eddig ez 100 zongorával ment, és most kiegészül még 3 zenésszel. A Cotton Club Band az a te egykori zenekar? Igen, az a Singersnek a zenekara. Egyszerűbb volt így leírni a plakátra, hogy tudják, hogy akkor van egy kötődésem a zenészekhez, kik ezek, akik jönnek velünk. És ami a lényeg, hogy azért is hozzuk a zenekart, mert hogy május 10-én lesznek egy koncertünk az Erkel Színházba, ahol viszont nagyon sok új dal bekerül ebbe a műsorba, és gyakorlatilag annak a koncertnek egy előbemutatója lesz ez a kecskeméti. Tehát mindenképpen egy május 4-én este 7-kor itt a Híros Agorában olyat látnak, amit a többi állomáson nem láthattak a kedves közönség. Nem mondanám, nem kicsinyíteném az eddigi koncerteket a Kecskemétihez, de mindenképpen már megszólalásában is, meg attitűdjében más lesz. Ennek nagyon örülök, mert ilyet mindig jó hallani, de ilyen time to say goodbye, ilyenek azért lesznek. Hát akkor menjünk bele, jó. Ez a műsor alapvetően a duettekről szól, igyekeztünk úgy, hogy magyar dalok legyenek benne. Ha valami külföldi dalt találtunk, ott is volt, amit átírtunk magyar szövegre. Most például, amit itt most a reményeink szerint a tévé is most itt a Kecskeméti TV levetít, ez egy vadonatúj klip, a Barcelona című Freddie Mercury dal, azt is átírta Turci István költő. Monserrat Caballéval, ha jól emlékszem, igen. És abból is készült egy klip is. Akkor olyan fantasztikus dalok, mint például a Lionel Richie Hello-jából készítettünk, akkor a Dirty Dancing-nek a nagy betét dala. A nagy találkozást átírtuk egy másik hangszerelésre. Delilah-tól kezdve az Oh So Let Me Go. Csupa olyan amit a nézőknek mond, és az Adriansnak a nagy sikerdalai. Azért az ne felejtsük, azokat nem lehet kihagyni. És a te nagy sikereid, vagy a tiétek, tehát swing lesz. Az első nyitószám az mindenképpen egy kicsit swingesebb, mert az olyan, mint hogyha Hollywoodban lennénk, az annak swingnek kell lennie. Queen dal is lesz. És hát magyar dalok közül Dés szerzemények. Tehát ennek azért van létjogosultsága. Te egy vezető tenor vagy. Ha nézhetjük akár a Magyar Állami Operát, akár Szegedet, akár Pozsonyt, akár Kassát, számos helyen. Visszavágytál ide? Már nem úgy értem, hogy Kecskemétre, hanem a műfaj vagy műfajokba. Melyik műfajba? Hát amik nem opera. Igen, talán ennek van egy olyanja, hogy azért az a 15 év, amit nem operával töltöttem, annak mindig van létjogosultsága bennem. És ezt időről időre, ha van kivel előadnom, már pedig Szekeres Adrián ilyen személy, akkor azt megteszem. Tehát csak úgy, hogy most nekem legyen egy könnyűzenei koncertem, nem erőlködtem, sőt évekig nem is volt. De a Singest kivéve, mert néha azért vannak ilyen néhány koncertünk, de az Adrián most egy akkorát nyitottunk az Adriánnel, aminek egyre nem látjuk a végét. Talán ez egy nagyon aranyos része a zalaegerszegi promónak. Azt mondtátok, hogy nem leszünk Zárai Vámosi, és nem leszünk Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári kettős sem. Igen. De mégis jól álltok egymásnak? Tehát, hogy mi a magyarázat, hogy most vele gondolod tovább is ezt a folyamat? Ez már még nem tartok ott, hogy nekem ezt meg kelljen tenni az Adrikával. Ugye ahhoz házaspárnak kéne lenni, ott nagyon megkönnyebbültünk ebbe a vicces kis egymásnak voltunk a riporterre, egy ilyen kis vicces dolgot csináltunk. Ennek az izgalmas kémiája, ami ezt a műsort még
még 100 zongorával is 600 fő előtt adtuk elő sokszor 100 zongorával ezt a műsort, és így ültek az emberek. Ennek a kémiája, hogy mi nem vagyunk egy pár, sosem voltunk, sose leszünk, ezt kijelentettük. Viszont a színpadnak mindig van egy kémiája, a daloknak mindig van egy üzenete, van egy érzés. Férfi-nő az hiába jelentjük ki, hogy mi nem, és előtte sem, meg utána se leszünk. A lehetőség a nézők fantáziájában ott tud maradni, és hogyha ezt összekapcsolják, és a dalok összekötik ebben az egészben, akkor azt a fajta vágyódást át tudjuk adni, még hogyha nincs is semmi alapja, csak a zene. Bodizsár, legyen így, érdeklődéssel várjuk. Május 4-én 19 órától a Híres Agórában. Igen. Köszönöm, hogy vendégem. Köszönöm, hogy itt lehettem. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kecskeméten a Műkertváros Sportcentrum Biringa pályáján rendezték meg a Pannon Pump Track Kupa sorozat második fordulóját. Az eseményre 142-en jelentkeztek, közülük 20-an Kecskemétről. A verseny szervezői azt a célt tűzték ki, hogy aktivizálják a hazai Pump Track közösséget, ezáltal előre mozdítsa a sporták kialakulását, fejlődését. Négy darab ultrahangos inhalátorral gazdagodott a Bács-Kiskunvár megyei Oktatókórház Csecsemé és Gyermekgyógyászati Osztálya Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatásának köszönhetően. A hiánypótló orvosi eszközök beszerzését a 2023. decemberében Bács-Kiskunvár megyében megrendezett. Jótékonysági vadászaton összegyűlt, 1,5 millió forint tette lehetővé. Kezdetét vette a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Felsőszentivánon. Az eseményen elhangzott Bács-Kiskunban ötgyűjtőpont lesz idén is. A beszédeket követően pedig sor került a búzatábla szentelésére, megáldására. Több mint 500 futó vett részt a HVC-a Nagyközség szombaton rendezett futóversenyén. A HVC-i futást a 4. éve rendezik meg, idén 5 távon indulhattak a versenyzők. Egy karriertámogató programban él tovább dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskunvár megyei kórház korábbi igazgatójának emléke. Kivételes személyisége és példamutató munkássága előtt tisztelegve indult el most a róla elnevezett fiatal orvosokat támogató program. Kedves nézőink, hírórával legközelebb, holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm, hogy ma is megnézték a híres híreket és a kiemelőt. Viszontlátásra!